A Minecraft íratlan szabályai, életmentő tippek és tanácsok, amiket ha betartasz a játék során, elkerülheted a legnagyobb végzetes hibákat is. Nézd végig a videót, utána írd le kommentbe a véleményed, és hogy melyik trükk volt a kedvenced. Vágjunk is bele! 2 évvel a Warden után ismét van mivel folytatni a sorozatot. Csórit azóta már együttéssel kinyírhatod. Új szörnyek, állatok, itemek, blokkok és a küzdőkamrákban veszélyes kihívások. De mégis mással kezdem a videót. Te tudtad, hogy lasszóval már nem csak csirkét, cicát, méhet, vasgólemet, bárány, malacot, tatut, papagáj, ékát, farkast, tehenet, lámát, ógólemet, lovat, nyugtancsot, sniffer, strider, rókát, medvét, axolotőt, zamarat, tevét és kecskét szállíthatsz, hanem már csónakot is. Emiatt 1.21-től már csónakostól vihetsz magaddal falusit, creepert, endermant, őrlángot, őrszelet, bosszancsot, csontvázat, magmandát, pantomot, salkört, bányapokot, őrszemet és zombit. Igaz, nem túl békések egymással, de ez akkor is epic. Főleg, hogy átviheted őket még dimenziók között is, és a csónakban fognak maradni. Bár nem érdemes egyszerre többet átvinni, ha csak nem rendezni akarsz egy portáli heringpartit. Durva belegondolni, hogy a sorozat 20k feliratkozónál indult, most pedig már közel 300 ezeren vagyunk. Kérlek, iratkozz fel most, ha nem akarsz lemaradni a hasonló hasznos videókról. Köszönöm, ha egy koppintással meghálálod, hogy egyesével leszpónoltam és besúlnakoztam és szétlasszúztam az összes szörnyet és állatot. És még csak most jön a java. A java. Brutálisan megéri leigáznod az új küzdőkamrákat, mivel bennük találod a legjobb lootot a normál világban. Na jó, az ősi város után, de az más tészta. A fő különbség az, hogy falusiaktól kapható térképekkel a küzdőterekre bármikor rátalálhatsz. Viszont a smaragdjaidat soha ne pazarold el a térképész falusiaknak. Ha csak nem van nálad a hátsó kertben egy hiperextrém vészjúsló palack és végfalm, ami ellát végtelen smaragddal. Hú, lesz meló a mesterfokomban. Egy küzdőteres térképhez íme a szükséges nyersanyag. Kell egy iránytű, 120 papír és 80 üveglap. Mindez pont elég arra, hogy egy térképész falusit fejlesz kétszer, és legyen smaragd az üzlethez. Ha egy faluban valamiért nem adnak térképet, egyszerűen csak gyújtsd fel. Na jó, nem. Irány a mélybe. A térkép X jelénél keresd a kamrákat kb. A mínusz 15-ös szinten. Már az edények kiütésével és a hordokból is sok értéket szerezhetsz, de a kamrák lényege a küzdelem. A Minecraftban most már nincs minden ingyen. Itt a spawnerek egymás után adagolják az újabb és újabb szörnyeket, és végezned kell az összessel, hogy megjutalmazzon egy-egy spawner. Nézzük, mik a legnagyobb veszélyek, és mit érdemes használnod a küzdőtéren, hogy a történet ne érjen rossz véget. A csata során egyszerre 3 ellenséggel nézel szembe, melyek a terep, a szörnyek és a meglepetések. A kamrák lyukacsos szerkezete sokszor csapdaként működhet. Hirtelen leeshetsz, vagy átkerülhetsz sokkal szorítóbb helyzetbe. Ezért a talajra folyamatosan figyelj fél szemmel, bár ez nehéz lehet ilyen kancsal, na mindegy, nehogy egy váratlan kis zuhanás nagy bajba vezessen. Viszont mindig tartsd észben, hogy a terep nem fix. Építhetsz rá és törhetsz, szúzhatsz kedvedre. Ez sokkal könnyebbé teszi a küzdelmet, mivel bezárhatod az ellenségeket, vagy akár saját magad egy rövid felfrissülésre. Készíts egy kis tavat, kezdj el horgászni és nyugodj meg. Nem. Mi hamarabb visszamész a küzdőtérre, mert lejár az effekt. Másfél óra hamarabb eltelik, mint hiszed. Térjünk is át a szörnyekre. Összesen 11 félével találkozhatsz ide lent. A spawnerek körül lévő blokkok is jelzik, hogy ott pontosan melyik terem. Ami nem mindegy, hogy összesen hány spawnerrel, milyen spawnerekkel és melyik kamrában küzdesz. Szerintem az új őrszél, a minizombik és a csontvázfélék a legveszélyesebbek, köztük az új láplövész nyila mindig megmérgez. Önmagában egyik sem vészes. Viszont ha sokan vannak, hamar busz, villamos vagy metró élményed lesz csúcsidőben. Ezért érdemes 2-3 csónakkal készülnöd a szűk kamrás helyzetekre, mivel ezek garantáltan megfékezik a szörnyeket. Szó szerint mentő csónakként viselkednek. A csónak a legopébb item. Viszont az őrszél, angolul breeze, a küzdőkamrák sláger, ellene semmilyen lövedéket nem érdemes bevetned, még a nyilakat is elhárítja a szellentése. Ő bizony már okozhat meglepetéseket, mivel nem csak széllel támad, hanem aktiválhat restone elemeket. Legyen szó adagolókról, melyekben nagy eséllyel tűzgolyó lapul, vagy netán lassúság, gyengeség, vagy méreg, akár víz, ami lelassít, vagy közelebb visz a szörnyekhez. Vagy legyen szó csapóajtókról, amiket szintén nyitogathat kedvére. Az őrszél gyakorlatilag 3 az 1-ben. Egyet fizet, 3 veszélyt vihet. Az igazi meglepetések viszont nem sima harcnál, hanem vészes küzdelemnél jönnek. Ehhez meg kell innod egy vészjósló palackot, amit a zászlós pillagerök megölésekor kaparinthatsz meg. Ha rajtad van a küzdelem óbenye, akkor sokkal erősebb szörnyekkel kell hadat viselned. A zombi és csontvázfajták páncélja akár gyémántból is lehet, és ne lepődj meg az enchantolt felszerelésüktől sem. A többi szörny pedig gyakrabban és nagyobb mennyiségben termelődik le. Ráadásul a teljes káoszt az igazi meglepetések, a random leeső tűzgolyók és potik sokasága teremti meg. Ezek segíthetik, vagy éppen gyengíthetik egyaránt a játékost és a szörnyeket. Számodra a moly tenyészet és a nyálka képzés lehet a legrémesebb, mivel a sok ezüstmoly és slime könnyen játszhat az idegeiddel, és ilyenkor kifejezetten
kifejezetten kerülnöd kell a szorult helyzeteket. Szerintem a sima és a vészes küzdelem is legyőzhető vasszedben, megfelelő taktikával és eszközökkel. Mindenképp legyen nálad balta, víz a tűzgolyók ellen, csónak a szörnyek ellen, csákány és rengeteg blokk, hogy tudd alakítani a terepet, és ami a legfontosabb, étel. Érdemes pár aranyalmát is magaddal vinned vészhelyzet esetére. Ha sikeresen legyőztél egy spawnert, akkor sima küzdelem esetén sima kulcsot kapsz 50% eséllyel, vészes küzdelem esetén pedig vészjósló kulcsot 30% eséllyel. Soha ne húzd az időt azzal, hogy pont akkor nyitod ki a széfet, mikor a vágyott itemet látod benne. Nem függ össze a loot azzal, hogy mit látsz épp a széfben. Itt vannak a sima és a vészes széfek lootjai és esélyei, ezek vannak érvényben. Miután 7,5% eséllyel nyitottál egy nehéz magot, célruddal összerakva kész is van a buzogányod. Minél nagyobbat esel, annál több sebzést okozol, és nem sebződsz a zuhanástól sem, ha a mobot sikeresen eltalálod. De mi van, ha nem találod el? Egy buzogányütés miatt soha ne kockáztasd az életed, mert egyszerűen nem éri meg. Mindig legyen rajtad legalább egy csizma könnyű esés 4-jel, és 30 blokknál magasabbról ne csinálj akrobata mutatványt a szörnyeknek. A buzogány két legfontosabb enchantja, a sűrűség és a förgeteg. Minél magasabbról zuhansz, a sűrűség annál durvábbá teszi a sebzést. Nélküle a Warden 321 blokkos zuhanással végezhető ki, sűrűség 5-tel pedig egy 95 blokkos esés pont elég. Viszont ilyen őrültségekhez már legyen a bal kezedben életmentés. A förgeteg enchant rendkívül szórakoztató tud lenni, mivel feldob a magasban minden sikeres ütésnél, így mókásan és hatékonyan le tudod győzni a vidőrt is. Viszont ha félre megy, csupán csak egyetlen ütés, a becsapódáskor akkorát fogsz sebződni, hogy a mulatság rögtön véget ér. Förgeteges buzogánnyal küzdeni a legveszélyesebb technikának számít. Ne próbáld ki otthon, se a kertedben, se az egész hardcore világodban. Ha már eljutottunk ilyen magaslatokba, lássuk a legjobb eszközöket a klácsolásra, hogy a becsapódástól megmenthess magad. Lehetőleg ne blokkokat vagy növényeket használj a célra, mivel sokszor csak a szerencsé múlik, hogy sikerül-e őket letenned pont a megfelelő pillanatban. Ugyanez igaz a vizes vödörre és a hóra, csak mindent vagy semmit alapon klácsolhatsz. Szerintem a három legjobb tárgy a refrénygyümölcs, ami bárhonnan talajra tesz 2 másodperc alatt, a széllöket, ami mindig megvéd, ha nem túl korán és nem túl későn van ledobva, és az Ender Pearl, ami garantált és tökéletes védelmet nyújt minden helyzetben és minden dimenzióban. Ezekből legalább egy mindig legyen kéznél az inventorédban, mert az életed múlhat rajta. A legtutibb hármas a vizes vödör, Ender Pearl és csónak, ezek segítenek az esetek 90%-ában. Vagy harcban kevesebb, mint 5 szíved maradt, és a helyzet kilátástalan, inkább gyorsan eszképelj, és gondold át, hogyan menekülhetsz meg. Ahelyett, hogy békésbe küldenéd a szörnyeket, egy Ender Pearl-ös menekülés sokkal elegánsabb lehet a megfelelő helyre. Tudtad, hogy az F3 és Escape kombinációval nem takarod ki a fél képernyőt a menüvel? Áll a játék, farkas szemet nézhetsz a szörnyekkel, és a mentőakciót igazi panorámával tervezheted. És ha már farkas? Bekerült a játékba számos farkas fajta, és a tatú szarú lemezének köszönhetően már csinálhatsz nekik páncélokat. Ez még a creeper robbanását is hatékonyan hárítja. Viszont ne gondold azt, hogy a páncél mindentől megvédi a szeretett kutyádat. Vigyáznod kell rá, hogy ne érje fulladás, fagyás, bezáródás, vidőr effekt, Warden Sonic lövet vagy mágia. Mágikus sebzést okozhat az idéző támadása, a sárkány lehelete, az űrszemek lézersugara, valamint a méreg és a sebzés potik, szóval boszorkányok közelében és a kamrákban nagyon figyelj a kutyádra. Minél lejjebb néz a farka, annál kevesebb HP-ja van, szóval mindig tarts magadnál húst, hogy regenerálhass. Továbbá gyűjts minél több szarú pikkelyt, hogy a páncélját harc közben bármikor feljavíthass. Legyen a kis blöki mindig biztonságban. Most pedig mutatok egy trükköt, hogy többé soha ne tévedj el a világodban. Nem a koordinátákat, azok túl szárazak. Kraftolj egy térképet, és nyisd meg a fűházadban vagy bázisodban. Készíts zászlókat, és üllőben nevezd át az egyiket, például otthonra. Tedd le valahová a házadba, és jobb kattolj rá a térképpel. Íme, gyönyörűen meg lett jelölve. Most indulj el egy másik bázisodra vagy fontos helyedre. Ha kívül esne a térképen, fogj egy barkácsasztalt, és 8 papír segítségével egyszerűen nagyítsd meg. Miután megérkeztél például a nyaralóthoz, tegyél ide is egy átnevezett zászlót, és jelenítsd meg a térképen. Két bázis között ne táblákat vagy koordinátákat használj, ez sokkal menőbb módszer. De még közel sincs vége. A játékba 1.20-ban jött be a régészet, ami a sivatagi templomok, kutak, valamint óceáni és szárazföldi romok zsákmányait bővítette. Ezeken a helyeken találhatsz gyanús homokot és sódert, melyekből kiecsetelhetsz egy-egy kincset. Például a sniffer tojását csak a meleg óceáni romoknál, és 4 féle páncéldíszt csak a szárazföldi romoknál kaparinthatod meg. Szó szerint kaparnod kell. De nézzük a jó oldalát, legalább értelmet kapott a sóder. Fontos, hogy soha ne hagyd régészkedés közben, hogy bármelyik gyanús blokk leessen. Ilyenkor elveszne a benne lévő tárgy, tehát mindig haladj szintről szintre, fentről lefele. A játék itt rákényszerít arra, hogy valósághűen viselkedj. De bőven van, amiben a Minecraft nem követi a valóságot. Például számára egy falusi és egy ágy már egy teljes falu. És bár nem túl logikus, de a falukat sosem támadják a portyázó pillager csapatok. Szóval ha elvonszolsz egy falusit a házadhoz, most már pofon egyszerű a dolog, akkor otthon soha többé nem fognak megzavarni a betolakodók. Ha még nagyobb nyugalmat akarsz,
szabadíts ki tőlük pár nyugtancsot. Szerintem ő egy nagyon alulértékelt mob. Használd ki az előnyeit és mindig vidd el például homok, agyag, bambuszgyűjtéshez vagy favágáshoz. Csupán egy itemet kell nekik átpasszolnod, és azt mindig összegyűjtik és neked adják onnantól. Rengeteg időt spórolhatsz azzal, ha nem kell az összes itemért elsétálnod vagy akár elúsznod. Rendkívül hasznos. És amit úgy tűnik, ismét el kell mondanom, soha ne töltsd be korábbi verzióban a világot. 1.21-ből visszaváltva garantáltan elveszne az összes cuccod az eszköztáradból, a ládáidból, az egész világodból. Te haltál már meg a Minecraftban zuhanás miatt? Próbáltad már az új küzdőkamrákat? Van kutyád a játékban? Mindenképp írd le kommentbe a videó alatt. Addig is zárjuk a részt egy kis reklámmal. Meghívlak téged az év legnagyobb Minecraft eseményére, a budapesti Mime Show-ra. Egész napos rendezvény a Vasút Történeti Parkban, ahol minden magyar Minecraftost várunk a rengeteg izgalmas programmal. Lesz sok játék lehetőség, edukációs program, színpadi fellépés, ráadásul találkozhatsz velünk videósokkal. Velem együtt ott lesz Hunter, Doggy Andy, Zsomac, Jánosi Gergő, Zsidav, Sajt és Uborcraft. Sőt, a Minecraft mellett belecsöppenhetsz Harry Potter világába. Lesz Vajsör, bájitalkóstolás és megcsinálhatod a saját varázspálcádat. A helyszínnek köszönhetően pedig felpattanhatsz a kerti vasútra, és fokozhatod a hangulatot a fordítókoronggal vagy kézi hajtányozással. Jobb, mint a csille. Irány a mindshow.hu-ra, ahol megtalálsz minden infót és jegyet, a gyémántok csak limitált számban elérhetőek. Téged is várunk a nagy napon sok szeretettel. És ne feledd, az első számú szabály az, hogy ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, mire én elkapom, valamint iratkozz fel, mivel ettől csak jobb leszel. Köszi a figyelmet!